Közel három hónap szünetet követően szombaton már bajnoki pontokért lépnek pályára a másodosztályban szereplő labdarúgó csapatok. A téli szünetet mindenki igyekezett kihasználni, a legtöbb klubnál erősítettek, egyedül a középmezőnyben elhelyezkedő Dunói város jelenti a kivételt, ahol anyagi gondok miatt megváltak a profi szerződéssel rendelkező játékosoktól. Az őszi szezont 6 győzelemmel, 4 döntetlennel és 5 vereséggel a 6. helyen záró Kisvárdához 5 új futballista, Ribánszki, Lékai, Bagi, Papucsek és Délceg érkezett, valamint véglegesen a klub élet a korábbi kölcsönjátékos Easing Martin. A várdaiak felkészülése jól sikerült, a csapat 12 győztes edzőmeccs mellett mindössze 2 döntetlent játszott. Sós Imre vezetőedző nehéz első meccsre és tavaszi szezonra számít. Azt köztudott, hogy tavasszal sokkal nehezebb pontokat szerezni, mint az őszi szezon során. Élethalál harc lesz mind a feljutásért, mind a bennmaradásért. Egy óriási dotáció van az MB2-ben, tehát mindenki biztos vagyok abban, hogy mindent meg fog tenni, hogy megőrizze a másodosztályú tagságát, úgyhogy nagyon nehéz bajnoki szezon elé nézünk. Két csapatnak a céljai nem hiszem, hogy nagyot változtak. A Csákvár is szeretné megőrizni a másodosztályú tagságát, ráadásul ugye hazai pályán kezd. Elemezzük a játékukat, folyamatosan készülünk az ellenfélből, úgyhogy remélem, hogy hatékony játékot fogunk tudni majd bemutatni, és a felkészülésünk eredményes lesz abban a szempontból, hogy győzelemmel, illetve 3 ponttal fogunk tudni hazatérni. Erős Gábor 2 gólt szerzett a Csákvár ellen 4-3-ra elveszett hazai mérkőzésen. A csapatkapitány reményei szerint visszavágnak majd a nyitófordulóban elszenvedett vereségért. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok egyébként, de hát az MB2 már mondtuk sokszor, hogy nagyon kiegyensúlyozott, és egy meccs sem lesz könnyű. Azt gondolom viszont, hogy jobb csapat vagyunk, mint a Csákvári, és természetesen győzni megyünk. Minden meccset meg akarunk nyerni, de természetesen Csákvárra is a 3 pontért utazunk majd. A Csákvár-Kisvárda Mastergood mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Vác-Mezőkövesd, Szolnok-Soroksár, Dunaújváros-Siófok, Zalaegerszeg-Szigetszentmiklós, Sopron-Ajka, Balmazújváros-Budaörs és Gyirmót-Szeged.